A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és szakmai elődei, a Magyar Kórus, valamint a Bartók Szövetség 1934 óta szervezi az éneklő ifjúság hangversenyeket, amely az évek alatt élő mozgalommá terebélyesedett. Az a megtiszteltetés érte a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhely Intézményét, hogy szervezésében került megrendezésre a Csongrád megyei énekzenei tagozatos általános iskolák kórusainak hangversenye. A helyszín kiválasztásában döntő szerepet játszott az is, hogy ebben az évben emlékezünk Bartók Béla, magyar zeneszerzőre és zongoraművészre születésének 135. évfordulóján. Tulajdonképpen ezért gondoltak ránk, hiszen a mi intézményünk viseli az ő nevét, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ő általa elindított hagyományokat, illetve a fontos az nekünk Kodály és Bartók, hiszen az ő munkásságuk alapozta meg ennek az énekzenei oktatásnak, ami ma Magyarországon a tagozatos iskolákban folyik. A házigazda két kórusa mellett bemutatkozott még a Csongrád Kicsinyek dallamkórusa, a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara, valamint a szegedi STE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Bárdos Kicsinyek és Bartók Gyermekkórusa. Az énekkarokat egy háromfő zsűri minősítette, melynek tagjai a zeneművészetben elismert szakemberek. A zsűri elnöke a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója volt. Szakmai szempontok vannak természetesen ezzel együtt, hát ez egy emberséges zsűrizés. Tulajdonképpen biztos lehetünk abban, hogy főleg ebben a körben, az zenei általános iskolák körében a bírálat elsősorban dicséretet jelent. Városunk két kórusa kiválóan szerepelt a megmérettetésen. A Makói Általános Iskola Bartók kórusa aranyminősítést szerzett, míg a Kicsinyek kórusa aranydiplomát kapott. Tegnap Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában felléptek a Csongrád megyei éneklő ifjúság hangversenyeken legjobban szerepelt énekkarok. Itt az a megtiszteltetés érte a Kicsinyek kórusát, hogy átvehették az év kórusa oklevelet. A Makói kórust Daróczi Szilvia vezényelte.